Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Kedves testvéreim, a mai Szent Misét a Hozsanna énekeskönyv 90-es énekének első versszakával kezdjük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, örömmel gyűltünk egybe a mai napon is a Szent Misére. Együtt vagyunk itt a gazdagréti híveink és az Apostol TV kedves nézői. És emlékezünk boldog Scheffler János püspök vértanúra, a szatmár németi püspökre, bár ez az ünnep kifejezetten a Szatmári Egyházmegyére vonatkozik, de mégis fontosnak tartjuk azt, hogy magyar szentjeinket, boldogainkat, még ha határon túl kerültek is most már a földrajzi értelemben ezek a területek, mégis nagy tisztelettel, szeretettel idézzük emlékezetünkbe. Cibolya Józsefért, Dencs skolasztikáért, szüleikért, testvéreiért és élő családjukért ajánljuk fel a Szent Misét. Kegyelettel emlékezünk elhunyt Sinka Antal testvérünkre halálának második évfordulóján. Kedves testvéreim, mindez idáig nagyon büszke voltam arra, hogy az az Atya, aki engem keresztelt, még az élők sorában van, de Herpi György atya, aki annak idején, most már 64 esztendeje a keresztség szentségében részesített, még zuglói káplánként, tegnap az örökké valóságba költözött, ajánljuk György atya lelkét is a Jóisten szeretetébe, irgalmába kérve neki, jó pásztori szolgálatáért az örök boldogságot. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te megadtad boldog János püspöknek,
hogy haláláig küzdjön az igazságért, és így az egyház iránti hűség és engedelmesség példaképe legyen. Add, hogy hű odaadását követni tudjuk, és a mennyei hazában örök otthonra lejjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Mivel Pál ellenfelei újra felrázították a népet, a testvérek kísérőket adtak Pál apostol mellé, akik egészen Aténig vezették őt. Amikor a kísérők visszafordultak, Páltól azt az utasítást vitték Szilás és Timóteus számára, hogy minél előbb menjenek utána Aténba. Amíg ott rájuk várakozott, egy alkalommal így beszélt az Areopáguszon Atén főtelén. Aténi férfiak, látom, hogy minden szempontból nagyon vallásosak vagytok. Amint ugyanis körbejárva megtekintettem szentélyeiteket, olyan oltárra akadtam, amelyen ez a felírás állott, az ismeretlen Istennek. Azt hirdetem tehát nektek, akik ti ismeretlenül is tiszteltek, A világot és minden benne lévő dolgot teremtő Isten nem lakik kézzel épített templomokban, mivel ő a mennynek és a földnek ura. Semmiben sem szorul emberi kéz segítségére, hiszen ő ad mindenkinek életet, levegőt és mindent. Ő telepítette be az egy őstől származó emberiséggel az egész földet, és ő szabta meg itt lakásuk pontos idejét és határát. Azt akarta, hogy keressék az Istent, hogy rátaláljanak és elérjék, hiszen nincs messze egyikünktől sem. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy költőitek is mondják, az ő fiai vagyunk. Ha tehát az Isten fiai vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az Isten emberi művészettel, emberi tervek szerint formált arany, ezüst vagy kőszoborhoz hasonlít. De elmúlt már az az idő, amelyben Isten elnézte a vele kapcsolatos tudatlanságotokat, mert az emberek tudomására hozta, hogy mindenhol mindenkinek meg kell térnie. Kiválasztott ugyanis egy napot, amelyen igazságos ítéletet tart majd az egész világ felett egy arra rendelt férfi által, akiről mindenki előtt tanúbizonyságot tett azzal, hogy feltámasztotta őt a halálból. A halottak feltámadásának hallatára némelyek gúnyolódni kezdtek, mások meg azt mondták, erről majd még máskor is meghallgatunk téged. Pál erre eltávozott közülük. Néhányan mégis csatlakoztak hozzá, és hívők lettek. Köztük Areopagita Dénes, egy Damaris nevű asszony, és még mások is. Ezek után Pál Aténből Korintusba távozott. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Fogom atyámat is, más vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Halleluja, halleluja, halleluja.
veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még sok mondani valom volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban magam is részt vehettem 2011-ben Szatmárnémetiben. Boldog Scheffler János püspök vértanú boldoggá avatásán, aki a II. Világháború éveiben 1942-ben lett szatmári püspök és nagyváradi apostoli kormányzó, és buzgó szolgálattal állt hívei élén olyan istenellenes ateista ideológia törekvéseinek közepette, amely azt a kort jellemezte. Sajnos ezek mindig fennállnak, tehát ez nem a világháború vagy az 50-es évek elejének az ideológiája, hanem mindig résen áll a gonosz, hogy támadja az Urat, támadja a hitet, a keresztény értékeket, hogy szembeforduljon Krisztussal. Scheffler János 1952-ben halt meg egy romániai börtönben, mert bátran védelmezte az egyház érdekeit, a keresztény hitet, és beszédeiben, illetve pásztor leveleiben is a krisztusi hit fontosságáról értekezett, amely nélkül az ember lealacsonyodik, az emberi méltóság romba dől, az embernek nem lesz kapaszkodója hit nélkül. Ismét a Szent Zsolozsmára hivatkozom, amelynek boldog Scheffler Jánosra vonatkozó olvasmányaiban az egyik pásztor leveléből olvashatunk fontos üzenetet, amelyben kifejti azt, hogy mit jelent Krisztus jó pásztori küldetése, amelyből minden papi szolgálat származik. Mert hiszen Krisztus kiválasztotta az apostolokat, és az ő utódaik lettek a püspökök, kiválasztott másik 72 tanítványt is, így vezeti le az egyházi hierarchiát Scheffler János vértanú püspök, az ő utódaik, az áldozó papok ebben az értekezésben, és így tehát a Krisztus által kiválasztott pásztori vezetők folytatják a jó pásztori küldetést. Az Árci plébánosra, Viennai Szent Jánosra is hivatkozik boldog János püspök, aki nem sok időt adott ahhoz, hogy az ember lealacsonyodjék. Azt mondta, hogy vegyétek el a faluból vagy egy településről a papot, és 20 év múlva majd állatokat fognak imádni, vagy pedig lealacsonyadnak ebbe a sorba. És aztán kifejti a tanítást János püspök is, hogy bizony milyen értelmetlen az élet, ha nem lennének templomaink, széthullik az emberi közösség, nem lenne erőforrásunk az eukarisztia, nem lenne bátorítónk a vasárnapi szentmise, hogyha a gyász fájdalmában nem kapnánk papi vigasztalást az igében, vagy
csak úgy elföldelnénk a halottainkat minden imádság nélkül, és a hitetlen ideológia valóban megmérgezi az emberek életét, és az ő korában, amikor vértanúvá lett éppen a szembeszegülése miatt, hogy ezeket az istentelen törekvéseket elhárítsa az akkori hatalom ott Romániában, igyekezett elszakítani a Krisztusi Egyházat, a katolikus közösséget a római pápától, de ezekben a törekvésekben ő bátran ellenállt. És hát így haladt ő előre jó pásztorként a vértanúság útján. Nagyon fontos gondolatok ezek korunkban is, kiváltképpen, amikor megint egybecseng a mai a Húsvét 6. hetének szerdai napjára kiválasztott olvasmány, ahogy a ige liturgikus előírásaink ezt beosztják, és Szent Pára emlékeztünk az első olvasmányban, felidézve az ő athéni areopágoszi beszédét, amelyben az ismeretlen Istenről beszélt a hallgatóságnak, hogy felfedezzék ezek a pogány kultuszban élők, bálványimádók és különböző ideológiákat követő emberek, vagy bölcseleti gondolatokat követők, az egy igaz Istent, azt az ismeretlen Istent, aki mindennek forrása, aki mindennek teremtője, akiből és akitől minden származik, és csak az ő imádása által lesz az ember élete értelmes, és csak így juthat el a teljességre az ember, vagyis az örök élet boldogságára. És még egy fontos mondat elhangzott a mai első olvasmányban, bátran idézhetjük napjainkban is, hogy most az Úr most már nem nézi el a hitetlenségből, a hit hiánya miatti tudatlanságotokat, mert hiszen kinyilatkoztatta magát az Isten, szólt magáról, megszólított bennünket, és elküldte az ő fiát, aki átadta nekünk mindazt, ami az atyáé, ahogy hallottuk az evangéliumban, most pedig a Szentlélek működése és az ige hirdetés továbbítja ugyanazokat a krisztusi szavakat és azt az isteni üzenetet, amelyet az Úr Jézus kinyilatkoztatott számunkra. Van egy teológiai elvünk, amit első hallásra bizonyára nem fogunk megérteni, de el fogom magyarázni, hogy a felnőtt ember, ami erkölcsi és hitbeli meggyőződésünk szerint, nem lehet bűn nélkül, Isten ismerete nélkül. Ezt, ha kicsit átfogalmazzuk, akkor azt kell mondanunk, hogy egy felnőtt ember, aki képes az értelme használatára, kiváltképpen egy ilyen világban, ahol az információk egyrészt hatalmas gyorsossággal vagy tömegével áramlanak, tehát egy felnőtt ember nem mondhatja azt magáról, hogy ő semmit nem hallott Istenről, vagy nem tudott róla semmit, mert mindenki, aki a hitet mellőzi az életében, vagy azért, mert közömbös, vagy azért, mert megtagadja, aki már megtagadja, az biztos, hogy meg kell, hogy ismerje a hit igazságait, de senki nem hivatkozhat arra, hogy hát nekem senki nem beszélt még az Úrról, senki nem beszélt Istenről, nem mentheti fel magát senki, mert a felnőtt embernek a mulasztása a hit ismereteinek hiányában, ez bűnös állapotot eredményez. Mert mindenki képes lehet meghallani Isten szavát, és ő vele, vagy legalábbis az igével, ha tetszik az ismeretlen Istennel, ahogy Szent Pál mondta Athénban,
mindenki kapcsolatba kerülhet. Ezek a gondolatok születhetnek meg bennünk most, boldog Scheffler János vértanú püspök emléknapján, akit, mint jó pásztort tisztelünk, és éppen ezért égi közbenjárására Isten áldását kérjük minden ige hirdetőre, mindazokra, akik jó pásztorként szolgálnak. És még ide sorolom most az én kedves keresztelő atyámat, aki tegnap költözött az örök hazába, aki mindvégig megőrizte a jó pásztori lendületét, azt, amit még 1958 és 60 között a zuglói bosnyáktéri templomban is fiatal káplánként hordozott, történetesen a szüleimmel egy évben született Herpi György atya, és mind a halála napjáig buzgó pásztorként szolgálta azokat az embereket, akik között élt, most legutóbb már az idősek otthonában, de a pásztori lelkület nem halt ki belőle. Az örök pásztor fogadja őt is a mennyei hazába, a zöldelő rétekre. Kérjük tehát a Jóisten áldását hitünk megvallásához, hogy mi is bátrak legyünk az ismeretlen Istenről bizonyságot tenni a világban. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy a Szentlélek világosítsa meg értelmünket, és tanítson meg bennünket a teljes igazságra. Add, Urunk, hogy földi életünket végső célunkra rendelten éljük. Add, hogy mindig készséges, hívő lélekkel fogadjuk a kinyilatkoztatott igazságokat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ne engedd elfelednünk, hogy benned élünk, mozgunk és vagyunk, nem vagy távol egyikünktől sem. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tégy méltóvá bennünket az Isten fiúság ajándékára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy fethetetlen tisztaságban érjük meg az ítélet napját. Kérünk téged, hallgass meg minket. Cibolya József Érdencs skolasztikáért, szülőkért, testvérekért, élő családtagokért ajánljuk fel ezt a szentmisét. Add meg nekük továbbra is a te megszentelő és segítő kegyelmed bőségét. Kérünk téged, hallgass meg. A 2 évvel ezelőtt elhunyt Antal testvérünket fogadd be örök országodba. Kérünk téged, hallgass meg. Jó pásztori szolgálatáért ajándékozd meg az örök pásztor közösségével a tegnap elhunyt György pap testvérünket. Kérünk téged, hallgass meg. Mindenható örök Isten, mennyei atyánk, te kiválasztottad fiadat, hogy általa ítéletet tarts az egész világ fölött, és erről a rendelésedről tanúbizonyságot tettél az ő feltámadása által. Kérünk, add kegyelmedet, hogy földi életünk a feltámadás hitéről szóló tanúbizonyság lehessen, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Folytatjuk a 90-es éneket. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, Te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, isteni életed részeseivé tettél minket. Add kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra éled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak, a te dicsőséget himnuszát zengik, s vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Dicsőséged beteti a mennyet és a földön, hozsanna magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt.
Emlékezzél meg, Urunk, György áldozó papról, akit tegnap magadhoz szólítottál ebből a világból. Hadd, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, a 2 évvel ezelőtt elhunyt Antal testvérünkről, a templomunkban nyugvó hívekről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, boldog Scheffler János vértanú püspökkel, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Amen. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten aranya, te veszed a világ bűneit, érvajmazd nekünk. Isten aranya, te elveszed a világ bűneit, érvajmazd nekünk. Isten aranya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy, hanem csak egy szóval mond, és megbódul az én lelkem. Kedves testvéreim, most a 136-os éneket fogjuk énekelni.
Most gondoljunk, kedves testvéreim, mindazokra, akik az otthonaikban kapcsolódnak be a Szentmisébe, és a lelki áldozás imájával kérjük, hogy találkozhassanak szívük mélyén, kegyelmi módon az Úr Jézussal. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a mennybe fölvett Szűz anyát, a dicsőség királynőjét köszöntjük a Szent Mise végén, a Húsvéti Mária antifónával, a 205-ös énekkel. Most minnyájatok életére jó pásztori áldást kérek Jézustól, a jó pásztortól, amit a papi szolgálat közvetít mindig a kedves testvérek számára, a hívő nép számára, hiszen ezt a felszentelt szentségi szolgálatot azért rendelte az Úr, hogy gondoskodjék népéről, amely népnek feladata tanúságot tenni az ismeretlen Istenről, akit mi ismerünk, és akit mi szentháromságos hitünkben megvallunk. Fogadjátok az Úr áldását. Az Úr legyen veletek, és a felededdel. A boldogságos Isten szülő Szűz Mária, őrangyalaitok és védőszentjeitek közbenjárására, felszentelt papi kezeim kiterjesztése által, áldjon, őrizzen és védelmezzen benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalma. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárkozat helyével. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benned. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörögj érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögj érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögj. Szívét elérte, angyal te ki.